Milyen tüzelésítettes? Számasztott kérdelő álló. A katonai Totó kérdéseire keresik a választ a Pécsi Református Gimnázium tanulói szerdán a Mecsextrém Parkban. Itt tartották a katonai haditorna megyei döntőjét. Tisza Péter is a Refis csapat tagja. Azt mondja, dinamikus és statikus kört kell teljesíteniük. Dinamikus részben az ott az erőlét és az állóképesnek a fejlesztése, ott futástól kezdve különböző akadálypályák, akkor egymást hordani egy hordágyon, gumihúzás, tehát ezek nagyon-nagyon kreatív feladatok. A statikus rész ott inkább az észre van szükség, illetve kicsit az ügyességre. Ott van lövészet, akkor van kézigránátdobás ilyen kis makettekkel, akkor totó kitöltés, úgyhogy az is egy jó rész, de ott inkább ilyen a leleményesség számít. Már 4 éve versenyez ez a csapat ezen a megmérettetésen. Tanáruk azt mondja, teljesen igénybe veszi a verseny a fiatalokat, ezért jól kell teljesíteniük minden szinten. Fizikai képességekre is, és igazából szellemi tudásra is, tehát az, hogy katonai teszteket kell végezni. A gyerekeknek mindig információt bőségesen adnak, nagyon színvonalas az egész esemény, és hát sajnos most még nem jutottunk be az országos döntőbe, de nagyon igyekszünk. Sok csapat van, tavaly 4. lettünk, előtte 3. Nem tudom, hogy idén hogy fog sikerülni. Minden megyéből egy csapat és egy főváros együttes jut az országos döntőbe. Cél, hogy megmutassák a katonai élet kihívásait, kedvet csináljanak ehhez a hivatáshoz. Olyan iskolákba tanulhatnak, amelyek a kadét programhoz csatlakoztak, olyan iskolákba tanulhatnak, amelyek akár katonai szakközépiskolák, és majd a szakközépiskola elvégzése után azért jelentkezhetnek akár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karára, de akár a Pécsi Tudományi Egyetem is tanulhatnak úgy, hogy csatlakoznak közben az önkéntes területvédelmi tartalékos egységhez. Ezekről is tájékoztatást kapnak a fiatalok a verseny során. Idén 18 baranyai csapat vett részt a megyei döntőben, csapatonként 4 fővel. Összesen 16 középiskolából érkeztek nevezések Baranyából. Az országos döntőt tavasszal tartják.